Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír november 13-ára. Ettől a naptól kezdve lesznek változások. Megnyugszanak az események. Élvezheted az életet, a környezetedet, a természetet. Az is fontos, hogy meglegyen a biztonság érzete. Nem csak az anyagiakat illetően, vagy a munkát illetően, hanem meg lesz a biztonság érzete a párkapcsolatban is. Valami visszatér hozzád, mégpedig úgy, ahogy ezt átélted október elején, úgy október közepéig. Vagy egy bizonyos esemény, vagy egy bizonyos személy tér vissza hozzád, de ezúttal másképp látod az eseményeket, másképp fogod ezt kezelni. Az is lehet, hogy annak idején voltak kihívások, és most megnyugszanak a dolgok. Különösen a férfiak vágynak nyugalomra, élvezni akarják az életet. Itt van egy erős szerelmi energia, de nem csak a szerelem áll a középpontban, hanem a testi kapcsolat is. Ez az időszak eltart jövő év márciusáig. Persze minden nap van azért más hatás is, de ami fontos márciusig, az anyagi dolgokat rendezni, kell egy biztos munkahely, kellenek a családi kapcsolatok, hiszen erre is tudunk alapozni. Azon kívül nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen most ez a stabil párkapcsolat. Nem csak mi hölgyek szeretnénk ezt így átélni, hanem a férfiaknak is szükségük van a biztonság érzetére, a szerelemben is. És most mutatok egy másik képet. Ajurvéda lefordítva az élet tudását, az élet bölcsességét jelenti. Van három irány, vagy három energiai mező. Vata dósa, az jelenti a mozgást. Pitta dósa, az jelenti a megújulásokat, a változásokat, és kapha dósa, az jelenti a stabil helyzetet. Ha megnézem a napi horoszkópot az indiai számítás szerint, november 13-ára Szaturnusz bolygóig, mert ezek a személyes bolygók, ehhez jön a nap és a hold állása, akkor megállapítható, hogy jelenleg a tűz elemében nincs bolygó, tehát hiányzik a bátorság, vagy a lelkesedés. A Föld elemében van Szaturnusz bolygó, a víz elemében Vénusz bolygó és Jupiter bolygó. Ez a kapha dósához tartozik, a Föld eleme és a víz eleme. Itt kell most egy stabil helyzet. Vénusz bolygó utal a szerelemre, és fontos, hogy itt kialakuljon most egy tartós párkapcsolat. Sőt, a férfiak is ezt szeretnék, hiszen Mars bolygó utal a férfiakra, napközben még a levegő elemében van az ikrek jegyében, de 13-án az esti órákban elbúcsúzik az ikrek jegyétől, visszatér a bika jegyébe. Itt Mars bolygó mozgása által olyan események lesznek, amit mi októberben átéltünk. Ezért mondtam azt, hogy valami vagy valaki visszatér, megismétlődik ez a helyzet. Tehát az esti órákban Mars bolygó akkor már szintén a Föld elemében a kapha dósában lesz, és ez utal a férfiakra is, hogy mennyire fontos számukra
a biztonság. Mert élvezni akarják az életet. Vagy bizonyos dolgokat olyan nyugalommal fognak kezelni. A levegő elemében van napközben még Mars bolygó és Merkur bolygó, azon kívül a Hold és a Nap. A levegő eleme az a vadadósához tartozik, ahol van mozgás. És Merkur bolygó hatása alatt itt vannak beszélgetések, vagy bizonyos kapcsolatok, vagy egy szerződés aláírása. És ez is fontos, hiszen ezek a dolgok is hozzá tartoznak az életünkhöz. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.